Egyik cigi a másik után, egyik pohár a másik után. Szíj a nyakon az élet, és porráz a béred. Aranyid, smokeszabdad az emlája, felső csíkján. Köszönjük! Na, egy dal és tartunk szünetet, jó? Aztán utána toljuk. Visszafelé játszom én, várjál. Morgan's on me. Then serum ka yes volt annak idején egy rajzfilm. Én nagyon akkor is nagyon ilyen negyedik osztályos voltam kb. Általános iskolában, amikor még egyetlen két csatorna volt, és egy ilyen választható a Szív TV, meg a Z Plus, meg ilyenek. És akkor volt délelőtt az első fellélegzések, hogy így bárki bármit csinálhat, meg is veheti az egész világot, sajnos. Ez akkor volt, nem most. Így van. Egészségünkre tart, vagyis szólt el. És akkor volt egy magyar rajzfilm. Magyarok készítették, pont egy német juhász kutyáról szól, és az volt a címe, hogy Gréti. És úgy oldották meg azt, hogy mi a kutya szemszögébe helyezkedhessünk, hogy a magyar szöveget, amit az emberek mondtak, az tényleg a színészek, a szinkronosok föl is mondták, de visszafele játszották le. Tehát a kutya nem értette, hogy mit mondanak az emberek, csak néhány vezény szót, és annyira zseniálisan megcsinálták, hogy a rajzfilm abból lát, hogy csak a kutya beszélt hozzánk, hogy ezek barmok. Hát nem igaz. Csak azt értettük, mi, akik nézők voltunk, hogy mit mond a kutya, mit gondol a kutya, és az emberek, amiket mondtak, az mind visszafelé lett lejátszva. És csak néhány szó, amit amúgy a kutyák is értenek, az volt számunkra is érthető. Tehát mi is pont annyit értettünk az emberek beszédéből, amit a kutyák is értenek. Az a ül, meg hozd vissza, meg marad, meg ilyesmi. És ezek voltak rendesen magyarul, a többi meg magyarul volt, de visszafele játszva. Szóval ez hatalmas volt, ezt egyszer, hogyha megtaláljátok, Gréti volt a neve, ennek a címe, ennek a sorozatnak. Ezt megtaláljátok, nagy élmény, legalább egy-két részt nézzetek meg belőle, mert tényleg segített abban, hogy átélje az ember azt, hogy a kutyák hogy látják az embereket. Egy dalt eljátszanék, és akkor utána tartanánk egy kis szünetet, egy fél órát, aztán utána megint toljuk, jó, tovább. Aztán úgyis örökké élünk, úgyhogy Isten. Lehet egy ismert dal, mondjuk, hogy a kórus 0,5%. Jó. A 0,5% esély is van arra, hogy ez egy ismert dal, akkor... És köszönöm szépen, ha szeretném bemutatni a zenekar tagjait. Még biztos, sosem hibázom. Négy is azzal jön, hogy nekem a legkönnyebb. Pedig rossz évet zárok, akit nem szeretünk, azt magunkat.